A tárlatot Pócsik József, a Bartos Sándor általános iskola igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjét Ábrányi Emil, Vörös Marti emlékére íródott versével kezdte, melyben a költő önzetlen hazaszeretetre szólít fel. Csak egy maradt halálig hű a költő, mint a madár, mely énekel velünk szegényes fészkén. Itt maradt, dalolta, magyar, hazárnak rendületlen. Pócsik József párhuzamot vont Vörös Marti hazaszeretetet szimbolizáló szava és Öveges Ernő művészi üzenete között. Ismert az irodalom történetben, hogy Vörös Marti Mihály hosszú ideig kereste ezt a versbe leginkább odaillő, e nemes emberi érzelmet legjobban kifejező szót rendületlenül, és mikor rátalálva versébe foglalta, egyben kitörölhetetlenné tette édes anyanyelvünkből, mert ezzel szinte önálló értelmet nyert, egyedi fogalommá vált. Mit jelent a szó? Bátorságot, töretlen hitet, sírig tartó hűséget és bensőkből vezérelt, hiteles honszeretet. Hogy lett Vörös Marti hazaszeretetet szimbolizáló szava Öveges Ernő festőművész legújabb tárlatának a címe? Egyszerű a párhuzam. Öveges Ernő nem szóval, hanem a festészet művészi üzenetével fogadott örök hűséget szürke pazarnak, a néha zúgó, olykor susogó Bakony erdejének, a Balaton felvidéknek, várpalotának, a városnak, mely felnevelte az embereknek, kik befogadták őt. Ecsettel szolgálja rendületlenül a hazát. Öveges Ernő szorgalmas alkotó, kialakult megformálás, karakteres színvilág, de mégis újítási szándék és a megújulás iránti fogékonyság jellemzi művészi habitusát. Alkotásában megszólal a táj tisztelete és szeretete mellett annak féltő óvása is. Hitvallása művészi üzenete egyszerű, ismerd meg szűkebb hazádat, szeresd ezt a tájat és vigyázz rá. Úgy alkot, úgy festi meg környező világunk apró csodáit, hogy abból árad az impresszió hatásával lebilincselő varázslat, Övegesi látásmóddal és színvilággal tárja elénk a hon természeti kincseit. Alkotásának célja szándékoltan és remélve az, hogy ezzel örökös emléket állít a színes Bakonyerdőnek, a szőlőhegy vagy a kőbánya bemutatásával az ember és természet viszonyának, a különleges szikláknak, a ligetek fény és árnyjátékának. Olyan jellegzetes a megfogalmazása és olyan jellemző impressionista színvilága, mely alkotásait egyébként teszi. Ecsettel, vagy újabban spakli lenyomatokkal elénk tárt festményein a táj rejtett zugai, jellemzően Övegesi kifejezésmóddal, tervszerűen megalkotott kompozícióba ágyazva tárulnak elénk. Öveges Ernő művészete folyamatosan fejlődik, élelődve, megújulva halad tovább. Festményeim visszaköszönnek közvetlen környezetünk, szűkebb hazánk, a Bakonyvidék természeti csodái, rejtett szépségei. Öveges Ernő realista látásmódú, impresszionista hatású képei úgy tükrözik a valóságot, hogy egyben átformálják azt a kompozíció kívánalmainak, a művész belső látásának megfelelően. Ecsetvonásai, színvilága, a kifejezésmód és a kedvelt, visszatérő téma egyedien jellemző alkotásmódá érlelt Övegesi festőstílust képvisel. Kedves Ernő, szolgáld hát ezt a kis hazát őszinte szeretettel, szerény művészi emberséggel, rendületlenül tovább. Kimeríthetetlen a tárház. Jó szemed lelje meg, ügyes kezed fest a vászonyra a Bakonyvidék még felfedezetlen, rejtett szobainak hangulatát és egyedien csodás világát. A tárlaton mindössze 4 olyan alkotás szerepel, amely már korábban is megjelent kiállításokon. A 27 új festményen a hagyományőrzést és az újítást egyszerre tárja elénk Öveges Ernő, hiszen az eddigi megszokott tájképek mellett megjelennek a csendéletek is. A kiállítás március 8-áig tekinthető meg.